Juhász Gyula, vértanúink. A föld alól, a magyar föld alól, a vértanúk szent lelke föld alól. E nagy napon, hol emlék s békeleng, a búsbitókra hittel nézzetek. Hittel, reménnyel. Mert most kél a nap, minden napoknál szebb és szabadabb. A nap, melyet mi vérben esve el, nyugodtan haltunk a ma reggelem. Szemünk nem látta, lelkünk látta csak, hisz onnan jönnek mindesugarak. Hisz onnan árad új világ felett, szent háromságunk, mely jövőt teremt. Szabadság minden népnek, aki él, s halni tudott egy megváltó hitér. Egyenlőség, hogy ember ne legyen másabb szabad prédája, becstelen. Testvériség, mely át világokon kéz fog a kézbe, hisz mind, mind rokon. Ó, magyarok, ti élő magyarok, a halhatatlan élet úgy ragyog rátok, ha az egekben lobogón igazság leng a lobogótokon. Az igazság, mely tegnap még halott világbírájaként föltámadott. A népek szent szövetségébe ti úgy lépjetek, mint Kossuth népei. A föld alól, a magyar föld alól, a vértanúk szent lelke föld alól. Kedves testvérek, két helyről szeretném Isten ígéjét olvasni. Egyrészt a bölcsesség irodalom tanít bennünket arra, hogy az igaznak emlékezete áldott, de ezt kiegészítve hadd hangozzék a zsidókhoz írt levél 13. részének 7. verse. Sokunk számára jól ismert ige így tanít bennünket. Emlékezzetek meg az előttetek járókról, kik a hit dolgaira tanítottak titeket, figyeljetek életük végére, kövessétek hitüket. Amen. Kedves testvérek, kedves egybegyűltek, az Úristen azt helyezte a szívemre, hogy miután tavaly odakint az esküre emelt kéznél és a Kossuth szobor előtt szolgálhattam, akkor a vértanúk utolsó pillanatait és a kivégzésükben is tanúsított helytállásukat mondhattam el. Most pedig azt helyezte az Úristen a szívemre, hogy néhány gondolatot szóljak azzal kapcsolatban, hogy mi maradt utánuk. Mi maradt utánuk. Hát mondhatnánk ez a nemzeti gyásznap, ami október 6-át azóta is olyan fájdalmas, szomorú nappá teszi, mindannak az életében, aki a magyar történelmet igaz szívvel végig gondolja. De hát azért nem csak ez maradt utánuk. Megmaradt sok minden, amit lélekben magukkal viseltek, és bár a testük elporlatt, de mégis valóban az igazak emlékezete áldott maradt. És azért maradtak utánuk. Maradtak utánuk családtagok, utódok, gyermekek, és maradtak feleségek. Kedves testvérek, ahogyan erre készültem, és megvallom őszintén, amikor a lelkipásztor kollégákkal végig gondoltuk, hogy kik tudunk szolgálni ezen a mai estén, és úgy adódott, hogy idén itt bent szolgálhatok, és művésznő előtt szólhatok néhány szót. Ezt helyezte az Úristen a szívemre, hogy valóban azoknak a hölgyeknek az életében mit mutatott meg az Úristen, akik itt maradtak? Kedves testvérek, aztán megerősítette ezt a gondolatomat az, hogy ma egy kiállítást nyitottak meg a Fiumei úti sírkertben Budapesten, a vértanúk kertjében, és azt a címet viselte, hogy a hátrahagyottak emlékezete. És szó van benne róla. Nem tudom, hogy eljutok-e oda, meddig lesz ez a kiállítás, meddig adódik alkalom megnézni. Azoknak a feleségeknek és gyermekeknek, utódoknak a munkájáról, szolgálatáról, akik tovább vitték a férjek az édesapáknak
azt az útját, amit a vértanú halál ugyan megszakított, de ez az út töretlenül folyt tovább. És ma, amikor a rádióban erről hallottam, elmondták, hogy természetesen a 13 aradi vértanú mellett Damjanics, és sorolhatnánk az összes többit, akiknek feleségük maradt, vagy akik gyermekeket is kaptak az Úristentől, az ő özvegyeik mellett ott van gróf Batthyány Lajos feleségének, gróf Zicsi Antóniának is az emlékezete, aki állítólag Petőfi özvegyen maradt felesége Szendrei Júlia mellett, a nemzet másik nagyasszonya, a másik nagy özvegy asszonya maradt. És azt mondják a történészek, hogyha valahol megjelent, már pedig jótékonysági alkalmakra elment, vagy elhívták egy-egy átadói, átadási, ünnepi alkalomra, ahol ott megjelent, ott az osztráknak egy óriási felkiáltó jellet felmutatva, pedig csak megjelent egy özvegyasszony feketében, csipkében, méltósággal, a könnyek már felszáradtak, és amit mondott, az állítólag úgy vágott, mint a kartpenge. Kedves testvérek, Damjanicsnak az Emíliája, akit az imádságában is megemlít, vagy az utolsó szavaként, mielőtt a kötél feszítene a nyakán, Istenem, mentsd meg hazámat, mentsd meg Emíliámat. Ez az Emília egy szerb vértanú feleségeként, mégis a magyarságért, ahol lehetett, ott tett, mert ő maga is nem olyan módon jótékonykodott, ahogy manapság, nem is tudom, egy kicsit divattá vált, egy kicsit reprezentációvá vált, különösen nyugati nagyságok előkelő feleségei, amikor valahol megjelennek és bizony ott hagyják a maguk adományait, az jelképes is valójában szimbólum értékű. De testvérek, így az elvesztett szabadságharc után és a tragédiába hult családi életek után az özvegyek megjelentek, és Damjanics felesége, Emília asszony is megjelent, és a hatalmas termetű szerb ortodox férjének bármilyen felekezetű templomot nyitottak meg, és hívták meg, ő elment, és ott volt a templom szentelésen, és az ökumenét gyönyörűen megélte. Lázár Vilmos felesége, aki bár összetörettetett a tragédiában, a gyászban, mégis tovább vitte a családi életet, mert az volt a fontos, hogy amit a férj elkezdett, és sajnos a vértanú halál megakasztott, azt mégis a család, most már özvegyen maradt feje, a feleség azt tovább vihessen. Testvérek, nem sorolom tovább. Sorban lassan mi következünk. Lassan mi következünk, egykori utódok, akik talán nem vértanú halált halt elődökkel dicsekedhetünk, vagy szomorúan emlékezhetünk, de mégis a kereszténységben vihetjük tovább azt, hogy ők is apáink, akik valóban a hit dolgaira tanítanak bennünket, és akikre az ige így mutat rá, kövessétek hitüket. Remélhetőleg nem a vérpadra kell nekünk menni. De testvérek, ahol kiállunk, ahol megszólalunk, ott szólaljon meg a magyarság, ott szólaljon meg a keresztjén hit. És adja az Úristen, hogy ne kelljen közülünk senkinek úgy elmennie, hogy tragédiába hullva maradjon itt egy család, és maradjanak utánunk özvegyek. De testvérek, vigyük tovább, amit elődeinktől, akármilyen halállal haltak is meg, örökölhettünk. Az igaznak emlékezete legyen áldott úgy, hogy mi nem választunk más utat, hanem azt az utat, amit együtt jártunk, a hit útját visszük tovább,
és ha Isten ebbe a magyar hazába helyezett bennünket, és számunkra fontos a szózat, szava, mondata, itt élned, halnod kell, akkor testvérek, ezt vigyük tovább. Mert kellett magyar helytállás azok előtt, az osztrák felesketett tisztek előtt, hogy ezek a tisztek mégis odaálltak a magyar szabadságharc mellé. Egy gyönyörű, rövid, tömör felsorolás van itt a lépcsőfordulóban, ahol a gyerekek olvashatták, és kívánom, hogy olvassuk is el. Föl van sorolva, hogy melyik vértanunk milyen nemzetiségű volt. Testvérek, fele az nem volt magyar. Aulikról följegyzik, hogy nem is tudott magyarul. De mégis meglátta ennek a magyar szabadságharcnak az értelmét, és odaállt akkor is, igaz, ő aglegény ember volt, idős ember már. Ő nem hagyott úgy maga után özvegyet, mint jó néhányan a többiek, de mégis megélte így módon a magyarságot. Testvérek, volt előttük példa azoknak a névtelen, nem Aradon, hanem valahol másutt, Segesváron, vagy bárhol máshol meghalt magyar tisztek, vagy egyszerű bakáknak a példája, akik miatt talán ezek a tisztek úgy döntöttek, hogy odaállnak a magyar szabadságharc mellé. Én csak annyit szeretnék valamennyiünk szívére helyezni, a magaméra is. Testvérek, olyan világot élünk, amikor a magyarságban azt kell meglátni, hogy van értelme magyarnak lenni, hogy ez a nép nem alávalóbb egyetlen nemzetnél sem, és akik itt maradnak a következő nemzedékek tagjaiként, azok is éljék meg ezt a csodát, hogy akik jönnek valahonnan külföldről, talán éppen nagy számban, ott ne az történjék, hogy nekünk kelljen a keresztet leakasztani, mint Olaszországban a kereszténységünk egyik nagy bölcsőjén, hogy le kell venni a keresztet, hogy másokat ne zavarjon, hanem éljék meg, hogy magyarnak lenni és kereszténynek lenni egy nagyszerű dolog, akkor is, hogyha valahonnan, máshonnan érkezem ebbe az országba. Isten áldja meg, hogy legyen az igazaknak emlékezete áldott, és Isten áldja meg azokat a névtelen hősöket, azokat a névtelen feleségeket, gyermekeket, akik ott maradnak egy-egy családi tragédia után, hogy folytatódjék tovább az a hitvalló élet, amelyben megláthatjuk az üdvösséget, a halálon túli örök életet már most is. Legyen így, ezért imádkozzunk. Mindenható Istenünk, hála és magasztalás van a szívünkben azokért a példákért, akiket elénk adsz. Urunk, olyan kevés példa adatik a mai ember elé, annyira nem látjuk azokat a fénylő pontokat, akiket követnünk kellene. Köszönjük, hogy ezek a férfiak, ezek a világító fáklyák, akik vállalták azt, hogy a magyar szabadságért, a magyar népért életüket áldozzák. Köszönjük, hogy itt maradnak akkor is, hogyha oly régen elporlatt az ő testük. Köszönjük, hogy lelkük, dicsőséges testük örök életben van már te nálad, és hisszük, hogy egykor mi is oda mehetünk. Add, hogy el ne tévesszük ezt az utat, és ezt az utat úgy jelöld, hogy látni tudjuk akár ezeknek a hitvalló hősöknek is az útját. Tegyél bennünket is fénylő csillagokká, hiszen azt ígéred, hogy akik sokakat vezetnek a te örök igazságodra, azok fénylenek, mint a csillagok. Örökkön örökké. Amen.
kezem. Most is halnak és születnek, nem lesz vége az életnek. Keljetek fel, Rákócziak! Ti valátok igaz fiak! Lássátok meg nagy romlását! Magyar hazánk pusztulását. Szép meghalni a hazáért, virtus tenni a nemzetért, fölkelni a szabadság. Mi atyánk, ki vagy az égben, szabad nemzetek szívében, csak te vagy szent, más nem lehet, szenteltessék a te nevet. Jöjjön el a te országod, add meg a köztársaságot, spallosodat valahára, tedd a zsarnokok nyakára, legyen a te akaratod. De tovább nem akarhatod, hogy mint vérszopó nadályok dúljanak a gazkirályok. Ne hagyj éhezni bennünket, add meg a mi kenyerünket. S kinek rá éhezik béle, ostorod éreztesd véle. Úgy bocsásd meg bűneinket, mint Bakó fejedelmünket ingereltük vérbosszúra, gyilkos, írtó háborúra. Vedd ügyünket szent kezedbe, ne hagyj esnünk kísértetbe, menj kövezd meg fegyverünket, hogy kivívjuk szent ügyünket. Szabadíts meg a gonosztól, legelőbb a legnagyobbtól, pusztítsd el a királyságot, áld meg a köztársaságot. Amen. Mi atyám, ki vagy mennyekben, uralkodol mindeneken, szenteltessék meg szent neved. És föld imádjon tégedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg szent akaratod. Mennyben. Legyen itt a földön is. Add meg a mi kenyerünket. Táplált testünket, szabadíts a gonosztól.
ments meg őrök kárhozattól. Adj erőt a kísértetben, ne hagyj elveszni vétekben. Kérünk, Uram, hallgass meg!